Én a legnagyobb előnyét abban látom, hogy a szakma különböző részeit egy helyen összehozza. Tehát itt az orvosi előadások mellett, ugye jelen pillanatban is dentálhigiénikusoknak megy előadás, fogtechnikusoknak, tehát ugye ez egy örök területe az, hogy a fogorvos a fogtechnikussal megtalálja azt a közös. Szina Viktornak hívnak, fogászati rendelőt vezetek. Ez éven is sikerült rengeteg új dolgot látnunk. Nagyon kreatív előadások és különböző kiállítóknak a standjait láthattuk ismételten, úgyhogy számunkra rendkívül pozitív élmény volt. Én a legnagyobb előnyét abban látom, hogy a szakma különböző részeit egy helyen összehozza. Tehát itt az orvosi előadások mellett, ugye jelen pillanatban is dentálhigiénikusoknak megy előadás, fogtechnikusoknak, tehát ugye ez egy örök területe az, hogy a fogorvos a fogtechnikussal megtalálja azt a közös hangot, azt a közös együtt gondolkodást, tehát ez jó lehetőség arra, hogy itt a high-tech dolgok között egy picit szakmázunk közösen. Hát úgy gondolom, hogy a digitális fogászat ugye az megállíthatatlan, tehát az egyértelmű, hogy évről évre meglep minket, meg azok a dolgok, amik eddig még csak részben tudtunk használni, gyorsabban egy professzionális formában kapjuk meg, és már integrálható a praxisunkba. A külföldi szakmai adók is szerintem egyre jobbak, meg egyre nagyobb számban jelennek meg itt. Hát, szerintem ne gondolkodjanak rajta. Úgyhogy ez jelen pillanatban szerintem ez, ami összefoglalja ugye az éves rendezvényeket, és itt tényleg alfától omegáig megvan a fogászati szakma mindegyik része, aki teheti szerintem legalább egy napot szálljon le.